estét kívánok! Elrajtolt az elmúlt hétvégén a röplabda szezon Magyarországon, és hát hál' Istennek és szerencsére a férfi NB1-be visszatértek a fehérváriak, a női másodosztályban, az NB2-ben pedig szintén ott vannak a fehérváriak, úgyhogy elsősorban természetesen ez a most következő beszélgetésnek, a Bajnokok Városának az apropója. Nagy tisztelettel köszöntöm a fehérvári röplabda élet két meghatározó személyiségét a stúdióban, Fésű Sirént és Nagy Robertet. Jó estét kívánok! Köszönjük a meghívást! Jó estét kívánok! No, hát ez, gondolom, hogy azért egy fontos mérföldkő a fehérvári röplabda életében, ennek a szezonnak a rajtja. Ez rendkívül fontos. És nagyon-nagyon-nagyon ezerszer elmondva nagyon örülök, hogy végre megint olyan helyre kerülhet a röplabdázás a városban, ahol néhány éve a női volt, és régebb óta a férfi volt, de volt korábban is férfi-női vonalon meghatározó csapata a városnak, és én azt látom, nagyon-nagyon örülök, és nagyon díjazom, nagyon támogatom, és mindenféle, csak szuperlatibuszokban tudok erről beszélni, hogy végre sikerült találnunk a férfi vonalra is egy olyan kaliberű edzőt, egy olyan kvalitásút, egy olyan személyiséggel bíró edzőt, aki mind emberileg, mind szakmailag egy olyan meghatározója lehet, remélem hosszú távon is a fehérvári röplabdának, amire tudunk építeni. A női vonalát én vagyok, remélem, hogy én is elég jó meghatározója lehetek ennek a folytatásnak, mert hát ez lenne a célunk, hogy a női vonal is előbb-utóbb kövesse a férfiakat. És hát olvasható a feliratot. Igen. Ezt... Röplabda élt, él és élni akar. Direkt ebbe jöttem. Nagyon örülök. Igen. Neki. Hát akkor röplabda élt, kezdjük a múlttal. Mi történt az elmúlt, mondjuk úgy úszkve 10 évben a férfi vonallal, és milyen út vezetett idáig, és mennyire volt ez küzdelmes? Igen. Hát igazából egy kicsit régebbre kell visszanyúlni, és akkor lehet úgy jobban átfogni, hogy volt egy régen egy Alba Volán, vagy Volán nevű NB1-es csapat még a 90-es években, ott a rendszerváltásnál tudott tagok miatt megszűnt, és nem volt olyan támogatott a röplabda Magyarországon, és akkor mi volt edzőnkkel, a Borbély István tanárúrral, gondoltunk egy nagyot, és NB2-be fiatalokkal elindultunk, és ott játszottunk István bácsival 2 éven keresztül, utána pedig átvettem én a csapatot, és akkor NB2-ből az egykori, később mecénásunk, a Horváth Károly segítségével, az Albalány Kft., most már mondhatom, mert már nincsen ez a cég, úgyhogy nem. Reklám, remélem. Tehát az ő támogatásukkal följutottunk az NB1-be, ez a 2000-es évek elején volt, és ott egy kisebb megszakítással 6-7 éven keresztül NB1-es tagok voltunk, és 2010 környékén volt az a váltás a férfi röplabdába, hogy kiestünk az NB1-ből, hát mondhatjuk úgy, hogy mindenki családos lett, megnőttünk, felnőttek lettünk, nem tudtuk vállalni azt az edzésmunkát, ami előrelépéshez vezessen, azt pedig még nem tudtuk megoldani, hogy fejlődjünk játékosokat, sőt nem is akartam megoldani, hogy mindenhonnan játékosokat hozzunk, és akkor azzal maradjunk NB1-be, ezért visszaléptünk az NB1-től, és elkezdtük közel 7 éve, 10-7 éve elkezdtük ezt az utánpótlás nevelő munkát a fiúknál is, amit Irénke néni ezt folyamatosan azért egy személybe vitte a lányoknál, és akkor ennek a 7 éves munkának az eredménye az, hogy most a 2000-es születésű fiúk már ott vannak az NB1-be, és az előtt, tehát a jelenlegi feladónk az Andris, az még Irénke néninél nálam kezdett még 4-es, 10 éves korában röplabdázni, hát akkor az most, ő most 28 éves, tehát akkor 14 éve van ő is már a röplabda sportban, és ő még nem számít idős játékosnak, attól függetlenül, hogy ő most a legidősebb játékosa a csapatunknak, és hát az ő kinevelésükkel és a visszahozatalukkal, tehát ők is már a Stefanovics Krisztián a Dunaferből, akkor Balogh Peti nálunk kezdett, tehát ők visszajöttek Fehérvárra, és a kiegészítő fiatalokkal most így a tavalyi sikeres NB2-es szereplésünk után fel tudtunk jutni az NB1-be, és így akkor
a múltból így értünk el a máig. Ugye Tóth Andrásról van szó, a 11-szeres válogatott feladóról, aki a pénzügyőrből pénzügyőrtől tett át a székét, egy magyar bajnoki ezüst után Székesfehérvár, úgyhogy ez is mutatja, hogy mekkora segítség a MÁV előre SC-nek Tóth András. Mennyire volt megtalálni, mennyire volt nehéz, vagy könnyű megtalálni a megfelelő embereket a röplabda pályára? Egyáltalán mekkora volt és mekkora most a merítési lehetőség? Ez nagyon nehéz feladat. Ez nem csak a röplabdában, azt hiszem az összes sportban a legnehezebb a gyerekek toborozása. Mert Székesfehérvár egy olyan szerencsés, illetve szerencsétlen idézőjelben helyzetben van, most a röplabda tekintetében értem, hogy nagyon-nagyon sok jó sportág van a városban, a sportok városa, a királyok városa, a királyok sportja, ez mind-mind illik a városra. És a bajnokok. És a bajnokok, ott a legfontosabb, igen. Szeretnénk mi is e közé majd rövidesen beszállni. Tehát, hogy annyi sok elszívó erő van e tekintetben a városban, hogy a fiúvonal különösen nagyon nehéz ezért, de nekünk lányoknak sem egyszerű, nőknek, lányoknak sem egyszerű feladat ez. Az nagyon nagy mértékben segíti a munkámat, hogy én testnevelőként is dolgozom. Korábban a Vörösmarty iskolából gyűjtöttem, töltöttem ott el 21 szorgos, dolgos, kemény évet, és most áttelepültem néhány éve a Felsővárosi iskolába, mert hogy ez lett a bázisa a röplabdának. És az iskolában tulajdonképpen, az iskolában akiket, gyerekeket tanítok, lányokat, fiúkat, őket próbálom megmérgezni a fésűs vérrel. Úgy hívjuk ezt, hogy bácsi, hogy már fésűs vérű, aki már nem megy el, aki már ott marad, aki már biztos, hogy minden tekintetben, ízében, vérében érzi ezt a játékot. De ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz. A kiválasztás is nagyon nehéz. A megtartás sem egyszerű feladat, mert a mai gyerekek másképp motiválhatók, mint akár 5 vagy 10 évvel ezelőtt, de úgy látom, hogy megtaláltuk ezt a hangot a gyerekekkel. És mivel lehet őket motiválni most? Csak kizárólag saját magunkkal. Saját magunkkal lehet. Az, hogy az ember saját magából ad. Sokkal többet kell adni magunkból, mint amennyit el tudtok képzelni, hogy adunk. Annál is többet kell adni, meg még annál is többet. Tehát érezze a gyerek belőlünk a szeretetet. Érezze a kölcsönös szeretetet, hogy én szeretem, ő szeret. És még egy nagyon fontos, hogy a mai fiatalok már kevésbé bírják ezt a kőkemény, csak munkacentrikus edzéseket, sokkal több játékra van szükség. Játékosságra náluk, hogy meg tudjuk őket tartani, de ez egy folyamat. És a folyamatot jól láttuk át kollégáimmal, és ennek a folyamatnak most az eredménye tulajdonképpen, hogy 36 szuperminis, az azt jelenti, hogy második, harmadik, negyedik osztályos kislány, kisfiú vegyesen kezdte meg nálunk most a röplabda tanulását az iskolában, és reméljük ez évről évre növekedni fog, mert ez a célunk. Szóval eljutottunk oda, hogy a röplabda él, mert hogy egyébként ugye a lányok, a serdülő, illetve a gyermekbajnokságot is megnyerték az elmúlt szezonban, és feljutottak az MB2-ből a felnőtt mezőnyben állnak helyt. Azok kedvéért, akik annyira nem járatosak a röplabdában, azért tegyük helyre azt, hogy röplabdában első és másodosztályban mi a jellemző életkor. Csak hogy helyére tegyük azt, hogy ezek a ifjú lányok, és természetesen a fiúk, a férfiak is, azért milyen mezőnyben kell, hogy helyt álljanak ebben a szezonban. Hát itt a lányok mindenképpen a fiatalok csoportjához tartoznak. Hány évesek? 17 éves, erdőkorúak. Mindegyik. 13, 14, 15. Igen. Egy, 13 éves. Van igen, 13 is, éves gyerek is a keretben. Még indulhatnának a serdülőbajnokságba, hogyha nem indulnának a felnőtt bajnokságba, akkor indulhatnának még az U17-es bajnokságba. De ez úgy gondoltuk, hogy egy nagyobb lépés, nagyobb kihívás őket a serdülő, mert tavaly már a gyerekkorosztályoként, U14-esként megnyerték az egyen nagyobb korosztályt. Most, hogyha még egyszer megnyerik, az akkor... Az már nem kihívás gyakorlatilag. Az nem kihívás, és hát ezt nevezzük fésűsvérnek, és ezt visszatérve a Zsuzsikáikhoz, a Tála Zsuzsához, amit
majd az előbb is beszéltünk, hogy ők is ugyanezt ezelőtt 10 évvel véghez vitték, Irénke nénivel, és akkor most ez megint megismétlődött. Na, és akkor a lényeg az, hogy ők nagyon fiatalnak számítanak ebbe az NB2-es felnőtt mezőnyben, mert azért tudni kell, hogy azért itt is van mondjuk egy Békés Csabai csapat, aki szintén fiatalon elindult a mezőnybe, meg egy-két ilyen utánpótlás csapat azért elindul NB2, de a jellemzően azért azok játszanak itt, akik már NB1-ben nem tudnak, vagy már kiöregedtek az NB1-ből és játszanak NB2-ben. Főleg a nőknél azért három csoport is van, kelet-nyugat-közép, úgyhogy itt azért nagyon nagy a bajnokság. A fiúknál nem ez a helyzet, a fiúknál egy szűkebb bajnokság van, ott egy csoport van, és az U21-es juniorral össze van vonva. Ugyan a lányoknál is, csak itt a fiúknál csak egy csoport van, és a felnőtt mezőny, az NB1, az pedig 11 csapatból áll. Tehát mondjuk a lány csapatnál előfordulhat az, hogy a 13 éves fehérvárival a háló túloldaláról mondjuk egy 20-25 éves 30. Játékos. Tehát egy felnőtt érett játékos. Így van. De most bocsánat, hogy beszólok, de a teljességhez hozzátartozik, meg az én szívem, lelkem, akkor nyugodtan hozzáteszük ehhez a generációépítés, az a kötél lányokat is, mert Zsanett is 13 évesen már NB1-be játszott. Tálos Zsuzsi 13 éves, Vacsi Evelin 12 évesen már NB1-be játszottak, nem NB2-ben, mert most mi elkezdtük. De ott szerencsésebb volt, tehát volt alattunk akkor egy csapat, amire tudtunk építkezni. Most ugyanilyen fiatalon léptünk be a felnőtt mezőnybe. De a fiúknál a Lacika is, hát hány éves? 2000-es születésű emberben játszik, hát rendkívül, azt hiszem, hogy a legfiatalabb játékos a fiú csapatnak. Nagyon. Térjünk vissza friss élményekre, ami szintén a röplabda jelenéhez és virulásához tartozik hozzá, nevezetesen a bajnoki nyitány. Mennyire volt érzelmekkel teli az első mérkőzés? A férfiak ugye a pécsieket verték 3-0-ra, a lányok pedig a kaposváriakat. Milyen élményeket szereztem? Én a lányokkal kezdeném, mert amikor bennültem a nézők között, és a feleségem észrevette, ő vezette a jegyzőkönyvet, és amikor láttam őket játszani, akkor az ezelőtt 10 évvel ezelőtti csapat emlékei jöttek vissza, és olyan játékot játszottak, amit ma Magyarországon ezt a pontosságot, ezt a precizitást, amit onnan lehetett látni, ezt csak úgy álmodtam és bámultam, hogy ezt napról napra mindig látom őket edzeni, de ezt pályán megjelenni, és ezt így véghez vinni egy érett felnőtt csapat ellen, én azt mondom, hogy ez volt nekem a hétvége csúcspontja. A fiúkat már tudtam, hogy 3-szor játszottunk a Pécs ellen, és az hozható, tehát ezzel nem volt olyan nagy. A lányok egy nagy kihívás volt, nem tudtam, hogy mit fognak tenni, és hát csodát műveltek számomra, úgyhogy köszönöm nekik ezt az élményt, mert ez meghatározó volt nekem most. Na hát ilyen kollégám van. Nem is lehet rosszul dolgozni. Ő nagyon meghatódott. Én nagyon. Én leginkább azért hatódtam meg, mert bocsánat, hogy most őszinte leszek, de néhány 8-10 évvel ezelőtt, amikor bajnokaspiráns fehérvári nőröplabda csapat volt itt Fehérváron, akkor a anyagi körülmények hiány, vagy az anyagi körülmények miatt, mert hogy nem voltak megfelelőek, fel kellett oszlatni a csapatot. És akkor én itt a fehérvári magból egy 4 játékossal naponta Pestre utaztam a BSE-be, úgy tettük át a székhelyünket, és akkor egy rettenetesen jó mag, nagyon jó csapat volt, és egyik napra a másikra eltűnt. És most ezt tulajdonképpen néhány év alatt újra fölépítettük. És ez eszméletlen munka. Tehát nem csak ez a szezon, amit most dolgoztunk augusztustól, hanem ez a 3-4 év, ugye 4 év körülbelül, Robert. Tehát ez a 4 év, ami benne van, a keserűség, a lemondás, a veszekedés, ez nem jó, gyere ide, csináld, nem tetszik, hagyja, abba hagyja, szülők, tehát minden olyan, ez most a negatív dolgok, és ehhez persze kellett ugyanúgy most pozitív értelemben elmondom, van egy olyan szülői gárda, aki azt mondom, hogy december 24-én reggel 10-kor edzünk,
és szilveszter napján edzünk, akkor ott állnak a gyerekek sorba, és szó nélkül edzünk. És az edzés végét nem tudom. Majd, mikor befejeztük az edzést, az aznapi edzéstervet, akkor végeztünk. Tehát annyi-annyi lemondás, és annyiféle mindenkinek annyi a pozitív hozzáállása és segítsége kellett ahhoz, hogy ezt ilyen rövid idő alatt újra felépítsük, mert a nulláról kezdtük most, hogy ez olyan, mint amikor a, bocsánat, nagyon művészi leszek, mint mikor az ember tragédiájában a gép forog, az alkotó pihen. Ez jutott az eszembe abban a pillanatban, és bizony most is érzem ugyanazt azt az érzékenységet, hogy megcsináltuk. És ez rettenetesen jó érzés, hogy ennyi ember, ennyi jó munkája együtt ez, hogy ennyi jó munka együtt ez, szóval ez mindenkinek ezt kívánom. A férfi NB1-ben mire lehet elég a csapat teljesítménye, és egyáltalán milyenek a viszonyok a férfi élvonalban, profi, félprofi, amatőr státuszú játékosok, csapatok tekintetében, hogy áll a bajnokság? Itt 4 kiemelkedő csapat van, a Kecskemét, Kaposvár, Kazincbarcika és a Pénzügyőr. Ők már régebben is olyan szinten játszottak, hogy van is mögöttük egyéb anyagi támogatás is, amiből ők erősebb csapatot tudtak összeállítani. Meg őnekik ez a céljuk is, ez volt a céljuk is, hogy ott ők az élvonalba szerepeljenek. És akkor mögöttük van egy 7 csapat, a Dunafer, Mavc, Kapos, Pécs, Debrecen, Szolnok és a Sümeg és mi, akik pedig olyan meccset fognak egymásra, mérkőzéseket fognak játszani, hogy az 5. helytől a 11. nagyjából mindegyik benne van, mert a pillanatnyi forma fog majd dönteni. Tehát nincsenek kiemelkedő játékosok, nincsenek olyan csapatszerkezetek ezeknél a csapatoknál, amelyik egyértelműen eldönti a mérkőzés sorsát, mint ahogy esetleg van mondjuk egy Pénzügyőrbe vagy az első 4-be. Bár hozzáteszem, nekünk nem is volt célunk, hogy az idén az első 4-be jussunk, hanem az volt az a cél, hogy egy jó edzővel, egy jó edző irányítása mellett jó értékeket adva a csapatnak, ott legyünk a középmezőnyben, ne essünk ki, ne is azért küzdjünk, hogy a kiesés ellen, hanem közép csapat legyünk, és hogyha ez sikerül, és akkor a srácok is azt mondják, hogy megérte ez a munka, akkor a jövő évben akkor esetleg próbálunk még egy kis anyagi segítséget nyújtani, próbáljuk feltölteni a csapatot olyan játékossal, aki szellemiségem ide tartozik, és esetleg még tud hozzátenni, hogy akár a dobogóért tudjunk játszani egy-két éven belül. Tehát így néz ki most jelenleg a bajnokság felosztása. És ugye fontos tudni, hogy Német Ödön vezetőedző vezérletével készül a férfi csapat, illetve ez a férfi csapat, a lányokat pedig természetesen Fésűs Irén edzi. Mikor kerülhet képbe az NB1? Vagy ez már képben van? Képben van, igen. Most kicsit személyeskedek, de jó értelemben. Van egy tanítványom, úgy hívják őt, hogy Kis Anna. Méreteiben nem kicsi, viszont az a beceneve, hogy kicsi. És körülbelül 1-1,5 éve ezelőtt humorosan mondtam nekik, kicsi, mire 16 éves lesz, NB1-be leszünk, megígérem, úgyhogy ezért, hogy ez a tervünk sikerüljön, most 4 órás edzés lesz. Próbáltam humorral, de hát akkor még nem gondoltam én ezt komolyan. De hát azóta mindig felhívják a figyelmem a Tirenke néni, azt tetszett ígérni, hogy mire a kicsi 16 éves lesz, NB1-be leszünk. És ez azóta szlogen lett. Óhatatlanul, és hát hogyha ez sikerül, ez a tervünk, hogy mire kicsi 16 éves lesz, most még csak 14, mire kicsi 16 éves lesz, akkor NB1-be kell lennünk, és hát hál' Istennek a körülményeink is úgy alakultak, és reméljük már csak jobb lehet ezek után, hogy Tahóba kerültünk, anyagilag is picit jobban tudunk segíteni magunkon, egymásnak, röplabdának, jobb helyzetben vagyunk. Azt remélem, hogy ezzel valóban elérhető. Úgy tűnik most számunkra, hogy ez a kicsi 16 lesz, addigra realizálódhat ez, hogy NB1-be kerülünk. Ezzel el is érkeztünk gyakorlatilag a harmadik fejezethez, az Öröplabda élni akar című részhez. Milyenek a feltételek
a lehetőségek, és ezek mennyire biztosítottak hosszú távon? Hát most, hogy a TAU kedvezményezettek csoportjába tartozunk, a röplabda, ezáltal az egész röplabdás társadalom egy nagyon magas szintre léphet föl, hogyha jól sáfárkodik ezzel a lehetőséggel, mert ez egy lehetőség nekünk, és hogyha ezt most valaki a jelenre költi el, és például játékosokat vásárol belőle, és az a bajnokságot nyer, akkor az rendben van, akkor egyszer nyert egy bajnokságot, de nem épít utánpótlást. Nálunk ez fontos, hogy ahogy az utóbbi 10 évben, 15 évben, vagy amióta én az eszemet tudom, én mindig azon voltam, hogy azért röplabdás, utánpótlást kell nevelni ahhoz, hogy hosszú távon létezni tudjunk, és ezek után is nekünk a fő célunk az utánpótlás nevelés. Van két klub van itt a városban, a Kodolányi Röplabda Klub, aminek ma kaptam meg az információt, hogy mai naptól Felsővárosi Fésűs Röplabda Akadémia Fehérvár a neve, tehát megváltozott a neve, és be is jegyezték, úgyhogy gratulálok Irénken, én most már a film neveddel fémjezett Röplabda Akadémia van. Természetesen ez egy tisztelet azért, mert az Irénken néni egy ilyen munkát végez itt a városba. Tehát ez a nevelő bázisunk, és a MÁV előre SC pedig a felnőtt csapatainak mondhatjuk, hogy kirakat csapat, de hát a kirakat az nekünk az utánpótlás, és ezt csak úgy hívjuk, hogy kirakat csapat, de hát ebből létezünk, úgyhogy ezen a két fronton megyünk majd ezekért a TAO támogatási pénzekért, és akkor ennek a segítségével reméljük, hogy élni is fog a röplabda hosszú távon. És hát, hogyha jól hallottam, akkor most tudta meg. Igen. Itt az adásban, igen, hogy létrejött ez a bizonyos nevével fémjelzett akadémia. És azért nyilván itt a felkészülés közben azért a Női Európa bajnokságot is figyelték, már csak a lányatáros Zsuzsa miatt is. Igen. Hát vegyes érzelmekkel figyeltem, néztem. Sajnos ilyenkor nem nagyon látom a szakmát, én szurkolok. Néha jó csak szurkolni. De amikor a lányom meccseire megyek, akkor én a legtávolabb zugba elvonulok, hogy ne tudják, ne is hallják, hogy én vagyok és ott nem ismernek meg a szurkolók, és akkor én szurkolok. És akkor én nem látom a szakmát. Nem látom, hogy ki játszik jól, ki nem játszik jól, csak egyszerűen szurkolok és tapsolok, hogyha valami jó történik, de ha megkérdezték volna, hogy mi történt, lehet nem is tudnék válaszolni, hogy ki csinált mit. Hát most is szerettem volna így nézni ezt az Európa-bajnokságot, de menet közben azért sok hiányosság kiderült, vagy hát inkább olyan érzésem volt, hogy nem vagyunk, nem teljes, nem jó, valami hiányzik ebből az egész női röplabda csapatból. Én nem éreztem azt a tüzet, nem éreztem azt, küzdöttek a lányok, de nem volt az amit a korábbi Európa-bajnokságon Robi bácsival személyesen is ott voltunk, végignéztük, és az a határtalan öröm, és élvezték a lányok, hogy játszottak. Most meg ez a, én amit éreztem, ez a görcsösség nagyon bennünk volt, nagyon akartunk bizonyítani minden elismerés a csapat előtt, ahogy végcsinálták ezt, amilyen kevesen, amilyen körülmények között, de ez most nem jó érzésem volt ettől sajnos nem úgy sikerült, én azt gondolom, és lelkileg ez nem olyan nekünk. Sikerként könyveljük el, mert az, de nem olyan, nem jó ez most. Talán ebbe az is benne volt, hogy már két éve kint voltunk az EB-n, tehát a 25 éves visszatérés, tehát 25 év után visszatértünk két éve, itt már azért lehet, hogy egy kicsit magasabbra tettük a lécet, hogy akkor mentünk is egy kört, most ez nem sikerült. Akkor volt nyáron egy World Grand Prix, a harmadik vonalban igaz, de azt megnyerték a lányok, és egy nagyon szép franciák elleni győzelemmel nyerték meg, majd úgy, hogy az a döntőbe jutás volt, de hát az volt a döntője igazából, mert aztán az ausztrálokat simában hoztuk. Tehát lehet, hogy ott volt egy kis megelégedettség is a lányokban, és már nehéz volt még egyszer arra szintre felhozni őket pszichésen.
És ezért most az emberben van egy kicsit olyan, hogy hát most miért nem jutottunk egyet tovább. És én láttam a lengyelek elleni meccset. Igen. Sokan azt mondják, hogy nem lett volna esélyünk. Nem. Én azt mondom, hogy ezzel a lengyel válogatott ellen, főleg így, hogy éjfélkor fejezték be előtte a mérkőzést, és úgy álltak fel, hogyha egy picit jobban harapunk, egy picit jobban összeállott pszichésen a csapat, akkor ezt meg lehetett volna nyerni, és akkor mehettünk volna még egy kört. De hát ez... Akkor érjünk is vissza az abszolút pozitív érzelmekre, a székesfehérvári történésekre. Végül, de nem utolsó sorban, röviden, mi az, amivel a szezon végén elégedettek lennének női, illetve férfi vonalat illetően? Jó, hát én a női vonalon én mindenképpen azt várom, hogy dobogóért tudjunk játszani, és a hogyha már azért tudunk játszani, hogy az első két helyen vagyunk valahol az NB2-be, akkor ott már az NB1-be jutás a cél, tehát ott már én azt mondom, hogy ez a gárda erre hivatott, hogyha nem sikerült, természetesen ebben semmi nincsen, de én ezt gondolom, hogy tudjuk ezt hozni. A fiúknál pedig, ahogy mondtam, hogy az 5-11, de én azt mondom, hogy az 5-8. Helyben lehet várni a csapatot. Én más oldalról nézem mindig a mérkőzéseinket, én mindig a következő meccsre készülök csak. És azt mindig meg kell nyerni. Tehát nekem az a célom, hogy utazunk kupameccsre csütörtökön, akkor ott nyernünk kell. A következő mérkőzés hétvégén játszunk Pécssel, a mérkőzés nyerni kell. Nyilvánvaló ezt nem lehet, hogy mindig úgy kezdjük, hogy nyerünk, és akkor nyerünk. De bennem nincs ilyen, hogy soha nem is volt, hogy én kitűzök magam elé egy célt, hogy a harmadik hely, második hely. Most főleg azért is nem lehet, mert abszolút nem ismerem én az NB2-es mezőnyt. Annyit tudunk csak, hogy az OSB döntőt tavasszal a keleti csoport harmadik helyezettjével, NB2 harmadik helyezettjével játszottuk, és őket megvertük, így lettünk OSB bajnokok. Tehát gondolom, Bobi bácsi is ebből indult ki, hogyha azt akkor nyertük, akkor esetleg ott a dobogó közelében lehetünk. Ez lehet reális és valós elképzelés, de én mindig a lehető legközelebbi eredmény vagy időpont, ami fontos számomra. Hát ehhez is természetesen a teljes szezonhoz is sok sikert kívánok. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. És köszönjük szépen. Kedves nézőink, ez volt mára a Bajnokok Városa. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.